Üdvözlök mindenkit itt a Big Game, én Tamás vagyok, és ma egy új Airsoft fegyvert fogok bemutatni. Mostani fegyver nem egy olyan fegyver lesz, amit játékokra fogok elvinni. Leginkább ez egy gyűjtői darab, de majd meglátjátok, hogy miért. Doboz nagyságából gondolom kitaláltátok, hogy ez egy pisztoly lesz, egy GBB gringázos pisztoly. Amondva vagyok, hogy bontsuk is ki, próbálom úgy, hogy ezt ti lássátok. Oké, hát ki is esett nekünk itt egy használati útmutatónak néz ki. Igazából itt mindent leír nekünk, hogy mit, hogyan kell csinálni, stb. Hogy kell szétszedni a fegyvert. Az összes alkatrész fel van itt tüntetve, úgyhogy nagyon-nagyon viszonylag még hasznos is. A következő az, hát igazából nem sok minden van dobozba, konkrétan a következő tárgyunk az a tár, teljesen fém tár, ugye ringázos, itt alul kell betölteni a gázt, körülbelül egy ilyen 20 darab BB befogadására képes, bőven elegendő. Nem kell tőle igazából semmit elvár. Találunk itt egy csiszoló papírt, ezt majd később elmondom, hogy miért kaptuk. És hát az utolsó tárgyunk, vagy itemünk, az maga a fegyver. Ki is vesszük, és a dobozt ezt most félre is rakom. Na hát itt láthatom a fegyver, hogy be van itt csomagolva. Ki is veszem gyorsan. És oh. Na, és hát emberek, itt látható a fegyverünk, majd lesznek mi is vágóképek. Remélem most már látjátok, hogy ez miért egy inkább gyűjtői darab, mint sem, hogy éles játékokon használjam, bár ugyanúgy lehetne használni egyébként. A fegyver valami egészen gyönyörű szerintem. Ugye mit kell erről tudni, ugye tulajdonképpen ez egy Glock replika. Ezt pontosan nem tudom, hogy melyik generációs Glock. Ugyebár a felső része az teljesen fémből van, míg az alsó része ugye pedig teljesen műanyagból, ABS-ből van, de nem az a rosszabb fajta, szóval elég masszív jelzettem a fegyvernek. Maga a fegyver egyébként 680 gram, szóval van egy kisebb súlya. Teljesen kézzel, ugye én nagyon szeretem a Glock típusú fegyvereket, szerintem nagyon jól kézzel esnek. Ugye miért is kaptuk ezt a csiszolópapírt magához a fegyverhez? Tulajdonképpen elég azt kéne csináljuk, hogy itt az alsó részét le kéne csiszolgatni itt-ott, ahol akarjuk, és egy ilyen kopottas, fehéresebb szint kapna maga a fegyver, és elvileg sokkal autentikusabb lenne, de én úgy vagyok vele, hogy én meg akarom őrizni ilyen új állapotába, nekem is sokkal jobban tetszik, úgyhogy én ezt a csiszoló papírozást ezt én így ki fogom hagyni, nekem így sokkal jobban tetszik. Ugye a WE vagy VE brand gyártja, ugye elég híresek az ilyen gringázos fegyvereikről, rengeteg fajta pisztolyt gyártanak tényleg. Ugye rengeteg ilyen gravírozott replikáik vannak, és hát ez az egyik, ami engem nagyon megfogott, illetve viszonylag elég jó árba is volt, mert azért itt eléggé bele lehet nyúlni a pénztárcákba. Térjünk rá a lényegre, a gravírozásra, mert szerintem valami eszméletlenül jól néz ki. Magán a fegyveren egy ilyen, hát, ilyen virág, virágos virág mintát véletik felfedezni, úgy nagyon az a téma, de vannak ilyen egészen érdekes ilyen, hát úgymond ilyen rejtett gravírozások, amiket meg is mutatok. Például ugye a szánon, a felső részén található egy miniatűr, hát elég érdekes gravírozás, hát mindenki szűrje el magának, hogy éppen ott így mi történik. Haladva lentebb találunk egy újabb gravírozást az ABS műanyag tokozáson. Hát itt is elég érdekes kép található. Mondni kell, hogy a fegyver egyébként ugye Glockhoz híven viszonylag könnyen szétszerelhető, szóval tulajdonképpen itt egy ilyen kis pöcköt kell úgymond lenyomva tartsunk, és ezáltal szépen
szét tudjuk húzni magát a fegyvert, tudjuk állítani pop-upot lényegében. Hát amit tudnotok, ez gyárilag ez csontszárazon érkezik ez a fegyver, szóval amikor hátrahúzom, akkor mindig beakad, szóval csontszáraz, ezt át kéne újra olajozni, ezt majd nyilván meg fogom tenni. Jelenleg akad a szános, hogy ez általában is szokott lenni, ugye most nincs benne tár, nincs benne bébütyű, most szépen elsütjük. Ez általában is szokott lenni ezekkel a fegyverekkel, de igazából, amint láthattátok, nagyon könnyű szétszedni, úgyhogy nagyon könnyű a megfelelő, hozzáillő olajokkal, szilikonnal ugye újra szilikonozni. Ugye található rajta irányzék is, egy teljesen basic irányzék, de maga a gravírozás, srácok, szerintem nagyon jó minőségű, szóval nem látok semmilyenféle sorját, csiszolatlan rész, teljesen minden patentul a helyén van, teljesen hibátlan a gravírozás, nekem nagyon tetszik, nagyon bejön, főleg ezzel a bronz, vagy inkább ilyen arany színnel szerintem brutál jól néz ki. Pár belső adatot is mondjak, hát ugye GBB pisztolyokról annyit nem lehet elmondani, tulajdonképpen elvileg 350 között kéne lőnie ugye FPS-ben, ezt majd le fogjuk ronozni, majd ki fog derülni, illetve fogunk majd lőni magával a fegyverrel is. Ami negatívum nekem ezen a fegyveren az az, hogy ezzel a Glockkal nem lehet full autóba lőni, ugye egy csomó olyan Glock van, sőt ebből is van olyan verzió, ami képes a full autó tüzelés módra, de sajnos ez csak egyes lövésre képes. Ugye magán az elsütő billentyűn, úgy mint az összes többi Glocknál van egy ilyen safety funkció, szóval hogyha középen a kis pöszköt ugye nem nyomjuk le, akkor addig nem lehet elsütni magát a fegyver. Én nem mondom vagyok emberek, hogy töltsünk bele gázt, és rakjunk bele némi BB-t, és kronozzuk le, hogy mit lő a kicsike. Na, nézzük meg a kronót, ugye felhúzzuk a fegyvert, és akkor nézzük. Na emberek, raktunk bele hát egy 4 darab BB-t, hogy kipróbáljuk, hogy a szán ugye működik-e, hogy milyen a visszarugás, illetve hogy ugye ha kiürül a tár, akkor hátra akad-e. Úgyhogy nézzük, hogy fel kell húznunk, addig nem tudunk vele lőni, lássuk. És láthatjátok, hogy kiürült a tárunk, nagyon faszán működik, nem tudom mennyire látjátok, ugye nincs benne BB. Ilyenkor ugye nemes egyszerűsége, vagy kivesszük a tárat, és aztán ezzel a szán visszaeresztővel, nem tudom pontosan minél, akkor így szépen vissza tudjuk ereszteni. Baki! Na emberek, összességében láttátok, hogy lő a fegyver, illetve mennyi FPS-t lőtt. Én úgy gondolom, hogy teljesen jó, hozta az értékeket, amik meg voltak adva a weboldalon, ahol rendeltem. Annyit még észrevettem, így utólag, hogy itt az első irányzék, ez itt egy, hát így lötyög, gyanús, hogy ez így le akarná jönni, tehát hogy ezt használnám rendesen gameplaybe, gameplayeken, játékokon, akkor gyanús, hogy ez így szépen megadná magát és leesne, de nem nagyon fogjuk használni, legalábbis max így a kertbe lövöldözök vele, azt annyi. Egyébként ezt így nem tudom, havon tetsz, hogy előveszem, és így megsimogatom, és így megnézem a rejtett gravírozásokat, illetve hogy magát az egész fegyvert, mert szerintem valami brutál jól néz ki. És így emberek, ha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, és várjátok a kövén elszabb gameplayeket, illetve bemutatókat, mert tervezek még azért beszerezni egy-két replikát, ami nekem nagyon tetszik. Van egy ilyen listám, ahol vezetem, hogy mi kéne nekem még a collectionbe. Ez volt az egyik egyébként, és ez most így ki lett tipálva, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Brutál jól néz ki még egyszer, úgyhogy találkozunk a következő videóban. Szevasztok!
Ha még nem tetted meg, dobj egy lájkot, iratkozz fel, és kövess a srácokat a Facebookon is. Ja, és ne felejtsd el megnézni az előző videót sem.